Na, üdvözlök mindenkit, ismét itt egy kis kriptahírek, hiszen mint tudjátok, ha 10 percre becsukjátok a szemeteket, akkor elment mellettedik a világ, úgyhogy nem érdemes aludni, hanem tartsatok velem, és összefoglalom, nem is tudom, talán az elmúlt 10 perc eseményeit, amik a kriptovilágban történtek. Gyerünk! A videóban elhangzottak a magánvéleményünket tükrözik, ezért nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak vagy ajánlásnak. A kriptodevizákkal és más tőkeáttétes eszközökkel való kereskedés a teljes befektetett tőke elvesztését is maga után vonhatja. Mindig végezd el a saját kutatásodat, ne kockáztas többet annál, mint amennyit kész vagy elveszíteni. Az esetleges veszteségekért felelősséget nem vállalunk. Kezdünk egy már-már szokásosnak tűnő dologgal, mégpedig az új TrustSwap Launchpaddel, ami nem más, mint a BitCash Pay. Az előző volt a Bitcoin vent, de igazából azon nem vettem részt, mert összesen talán 280 dollárnyi token tudtam volna vásárolni, és annyira nem is volt szimpatikus. Azóta nem is nagyon történt vele semmi, bár ez csak néhány napja volt, úgyhogy, úgyhogy még ebből bármi is lehet. Nem rossz projekt, de különösebben nem keltette föl az érdeklődésemet. Viszont ez a Bitcash Pay egy érdekes dolog lesz, méghozzá staking, yield farming, uh, decentralizált kölcsönök, decentralizált exchange, fiat, cash, in és outtal, kriptoakadémia, fizetési megoldások, minden egy a SEC által jóváhagyott DeFi platformon keresztül. Tehát, hogyha, hogyha ez nem fogja berobbantani, <laughs> hova tovább uh, berobbantani, a DeFi-t akkor nagyon semmi. Uh, nyilván azért érdekes, mivel a szek is áldását adta rá, úgy tűnik. Van benne egy csomó minden, egyetlen felületen, nem kell vele sokat vesződni, és tanulhatsz, illetve használhatod a DeFi-jóságokat, ami rohadt jó. Ez mikor két nap, bő két nap múlva fog kezdődni, minimum 4000 staked swap szükséges hozzá és úgy tűnik, hogy egyre inkább növekszik ennek a stékelt swapnak a száma, sajnos, és most, hogy ilyen 4 dollár körül van, így azért már elég komoly összeg kell ahhoz, hogy ha most szeretnél beszállni. Remélem, hogy eleget beszéltem róla ahhoz, hogy, hogy valaki másnak is megtetszen, és, és régebben volt, aki bevásárolt egy kicsit belőle. Viszont mivel ilyen érdekesen alakulnak ezek a Trust Swap projektek, ezért most léptek egy merészet, és kicsit kibővítik a platformjukat. Méghozzá, méghozzá olyan módon, hogy több kisebb ilyen launchpadet is indítanak, és ezt Flash launchnak keresztelték. A lényeg, hogy egy csomó projektet el kellett utasítaniuk, mivel nem akartak akkorában játszani, mint ahogy azt a Trust szerette volna. Tehát, mit tudom én, maximum ilyen 150 000 dollárt akartak gyűjteni, vagy ilyesmit, és hogyha arra mondjuk tényleg ez a 3000, vagy most, ahogy a Trustwepen nagyjából 8000-en sztékelnek, jelentkezett volna rá, akkor igazából senkinek nem jutott volna semmi. Viszont gondoltak egyet, és az összes 750 ezer dollár tőkénél kevesebbet kereső projektet ezen az új launchben fogják majd listázni, és úgy lesz megoldva, hogy mindenkinek legyen egy 500 dolláros részesedésre esélye. Na most ez nyilván ez sem mindenkinek lesz meg, hiszen sorsolni fognak. Tehát a minimum stake ez 4000 szwepet, akkor vagy több mint 2500 a swap ami azt jelenti, hogy 2500 swepet tartasz bent több mint ö, 60 napja, akkor van esélyed egy ilyen lottószelvényre, és ahányszor többet van ennél, tehát hogyha mit tudom én, van benne 40 ezer swepet, akkor 5 ilyen lottószelvényt kapsz. Ez nem azt jelenti, hogy ötszörös esélyed nyílik belevásárolni, hanem az, hogy ötszörös esélyed lesz, bekerülni ebbe a lunchpadbe. tehát mindenki csak egy account vehet benne részt, de ez legalább ad némi extra esélyt arra, hogy többen bekerülhessenek. Aztán lesznek még ilyen Golden Ticket nft amik arra jók, hogy minden ilyen flash lunchnál lesz még 10 ilyen extra Golden Ticket, és ezeket Árulni fogják előtte 0,2, itt lesz az ára. Majd, mivel nft ugyanúgy lehet őket adni, vedni a launchpad előtt, mint bármilyen más NFT-t. De egyébként is, tehát ezek az NFT-k elképesztően mennek, és most pont erről beszélgettünk a Discordon is. És hogyha látod ezt a képet, elég jól néz ki. A, nem tudom, januárban még ilyen 8. Millió, nem tudom, nagyjából körül volt az OpenScene, a teljes kereskedett NFT mennyiség. Majd ez februárban több mint 80 millióra növekedett, és hát nyilvánvalóan olyan projekteknek köszönhetően, amikről majd beszélni fogok mindjárt, illetve a múltban már beszéltem. De most jön egy kis NFT blokk, ami kezdjünk is az Ávégocsival, ami megnyitotta kapuit és az összes portált megvették kevesebb, mint egy perc alatt. Tehát mire én odaértem volna, addigra már, addigra már nem volt szabad egyetlen portál sem. Nyilván itt a belső másodlagos piacon lehet továbbra is menni. Hogyha nem tudnád, hogy mi ez, az Ávégocsi egy, nyilván a nevéből azért sikerült kikövetkeztetned egy Tamagocsi utánérzés a blokkláncon, eh, ahol ezek, eh, mivel az AV, szponzorálja elég komolyan, ezért ilyen kis szellemekkel lehet benne játszani, akiket megidézhetsz ezeken a portálokon keresztül, és adhatsz hozzá különböző kiegészítőket, ilyen viselhető dolgokat, fogyasztható dolgokat, mindegyik av megvannak a különböző képességei, de emellett még van egy olyan sajátossága, hogy miután megvettél egy ilyen kis szellemet, utána úgy tudod, még egyedibbé tenni, illetve hogy beteszel némi pénzt mögé az Ave platformra. Tehát amíg játszol, addig a pénzet kamatozik és erősíti a kis Ave gocsidat. Tehát itt a másodlagos piacon lehet már venni, egyébként ez is már a Polygon network van, illetve leánykori nevén Metik, tehát olcsó és gyors tranzakciók várhatók, a portálokat lehet venni még nem megidézetteket, amiket majd neked kell kinyitni, vagy olyan portálokat, amik már nyitva vannak, és ebből bejel is tudsz nézni, hogy ezek közül, az ávegocsik közül tudsz megidézni egyet-egyet, vagy megvehetsz már eleve megidézett ávegocsikat is a piacon. Ezek itt mind ghost tokenben értendők, ami most nagyjából olyan 1,6 dollár körül van per token. Úgyhogy ahogy nézem érdemesebb nyitott portát venni, és úgy végigvinni a folyamatot, mint már megidézett szellemeket vásárolni. Minden esetre elképesztő az érdeklődés iránta. Én az előző uh, ilyen reflón igazából eddig három volt. Én a másodikon vettem részt, ahol nem nyertem semmit, illetve a harmadikon, ahol nyertem egy az előző adások közül már bemutattam egy Waifu párnát, ami egy ilyen viselhető dolog, majd mindjárt ránézünk, hogy mi az, de hogy egy kicsit ugorjak, ez például a Bondly nft amit ingyen kaptam, és most 191 dollárt ér elképesztő. De ha megnézzük ezt a waifu párnát, akkor azt fogod látni, hogy mostanában ilyen egy ít körül jár az árfolyama. Ez nem azt jelenti, hogy ennyiért most el tudnám adni, hanem a legutóbbit ennyiért adták el. Um, hát nem, nem is tudom, hogy mit mondjak őszintén. Hogyha nem kapcsolódsz be most valamilyen formában az nft kbe akkor, akkor lemaradsz egy elképesztő lehetőségről. De menjünk egy kicsit tovább, hiszen NFT-k uh, továbbra is. Például Kings of Leon is vérszemet kapott, és NFT-ként fogják terjeszteni a legújabb albumukat. És most egyre menőbb ez, hogy, hogy albumokat uh, árulnak NFT-ként, hiszen itt van, ez csak milyen főcímként, Trilau uh, a legutóbbi albumát, ami 33 NFT-ből állt, összesen 11 millió dollárért adta el. De a Kings of Leon-nál is uh, Többféle album várható, tehát lesz egy teljesen limitált deluxe kiadás, amit, ha megveszel, akkor megkapod a digitális albumot, megkapod a lemezen, és egy animált digitális uh, albumborítót is kapsz hozzá. Lesz egy Golden Ticket, ami igazából egy koncertjegy is és mindenféle VIP pörkök járnak hozzá. Tehát ebből is látod, hogy az NFT-ket mennyi mindenre lehet használni. Tehát ezek nem csak, nem csak, képek egy portálon, amiket aztán nézegethetsz, hanem összetett dolgokat lehet belepakolni. Mint például következő témánk, a Euler Beats, ami egy matematikus felfedezései által inspirált NFT, és már mind a 27 elkészült, amiket akartak. Ezek gyakorlatilag zeneszámok, és ami az izgalmas benne, hogy ez ki fog jönni albumként. Na most, aki abban a pillanatban birtokolja valamelyik NFT-t, ahogy látod, nem a prózák el, ez itt például most a következő, 10,844 it ért igen, az jött it, tehát ez azt jelenti, hogy nagyjából 16 ezer dollár most, vagy valami ilyesmi, 17-8, tudsz megvenni egy példányt, és azt hiszem 8% jár a royaltyba mindenkinek, aki, aki birtokol egy-egy ilyet. Tehát nem véletlenek ezek az árak, nyilván birtokolsz is valamit, ami például ilyen. Tehát nyilván olyan, hogy azért lehet rá táncolni, de nem is ez a lényeg, hanem hogy, hogy milyen lehetőségeket rejtenek az NFT-k, hiszen tényleg még csak karcolgatjuk a felszínt, és tényleg ha csak ha csak olyan módon, hogy beszállsz valamilyen játékba, aztán eladod, amiket nyertél, szerintem már megéri egy kicsit jobban belásni az NFT-kbe. Még egy NFT hír, Superfarm, ami hát most elég szépen olyan, szerintem 13.000% 13 pluszon áll, legalábbis a pre képest, amikor a szerencsések egy centért tudtak uh, Super Superfarm tokent venni, és most azt hiszem 1.30 körül mozog. De ami az izgalmas, hiszen mostanában minden a Binance Smart chain szól, hogy ők is társultak a BSC-vel, és ezentúl a Superfarm tokeneket már a Binance Smart Chain-en chain keresztül is lehet olcsón és gyorsan mozgatni. Ami tök jó dolog. Ugyanakkor, hogyha már a Binance Smart chain tartunk, és... Figyelted a régebbi adásokat, nyilván mi más tettél volna, akkor tudsz róla, hogy az ít tokenjeidet például az Anchor staking platformján, a staker keresztül tudod stékelni, például, és cserébe kapsz ilyen ít tokeneket, amiket aztán gyakorlatilag máshol felhasználhatsz, és kamatoztathatod azokat anélkül, hogy hozzá kéne nyúlnod az egyébként is lezárt ít tokenjeidhez. Na most, ez is működik már a Binance Smart Chain en tehát hogyha a Binance-en keresztül, vagy bármilyen Binance Bridge-en keresztül átteszed arra a láncra az ETH tokenjeidet, akkor ugyanúgy tudod használni az Anchor platformot, és aztán az ETH tokenjeidet ugyanúgy fel tudod használni más platformokon keresztül, viszont így sokkal olcsóbb és gyorsabb lesz, az összes tranzakció. Tehát, hogyha itt szeretnéd, akkor kint hagyom ezt a linket a leírásban, és uh, néhány képen keresztül végigvezet azon, hogy hogyan kell ezt a Binance Smart Chain-es ETH stékelést végigvinni. És vissza megint csak egy kicsit az NFT-khez. Tényleg csak egy milyen uh, elképesztő árak mennek, tehát, hogy hogy uh, legutóbb, tehát ez februárra vonatkozik, a legdrágább NFT, ami elment, az másfél millió dollárt fizettek érte, és egy kriptopánk kollekcióba tartozó Mayon fedórában NFT-t sikerült ennyiért megvennie valakinek. Például itt van a hashmask, amit, amiről beszéltünk, és ez mindenki elképesztően ráugrott erre. Tehát több mint fél millió dollár folyt be ezen keresztül, és volt az egyik, amit 300 ezerért adtak el, tehát elképesztő, döbbenetes dolgok mennek. Nyilván a nagyok sem fognak kimaradni, illetve már már kezdenek a nagy cégek is, illetve a nagy franchise-ok, -ok, mint például az NBA, és uh, belemászni ebbe az egészbe. És nyilvánvalóan ahol csak gyűjthető kártyák jelen lehetnek a világon, azok mind-mind megtalálhatók lesznek NFT-ben, ebben nem kételkedem. És elképesztő pénzek fognak uh, gazdát cserélni. Ha másért nem, már magáért azért, hogy első generációs kártyákat vagy NFT-ket birtokoljanak az emberek, és megéri nekik, hogy, hogy több százezer vagy adott esetben akár millió fölött fizessenek érte. Ha éppen szeretnél belevágni az NFT-s dolgba, akkor mindenképpen gyere a Discordra, és fogjatok össze, beszélgessetek róla, hát ha találsz valaki olyat, aki, aki, tud segíteni, és vagy akár tippekkel ellátni, vagy együtt tudsz vele dolgozni, de egyébként is tök jó beszélgetések vannak, úgyhogy várunk szeretettel a Discordon is. Ennyi fért bele ebbe a mai hadarásba, de jövünk hamarosan az új hírekkel, addig is, ciao.